Hölgyeim és uraim, folytatjuk a negyedik TDK fórumot. Az utolsó blokk következik, és nagy örömömre szolgál, hogy Lovász László akadémikus, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke megtisztelte a fórumot, és egy nagyon érdekes előadást fog tartani. Tartsuk itthon a tehetségeket. Az előadást megelőző beszélgetésben arra hívta fel a figyelmemet, hogy erre kérdőjelet vagy felkiáltójelet tegyünk a végére. Kérem, elnök úr, tartsa meg előadását a pulpituson, vagy itt, ahogy kívánod. Kedves kollégáim! Kedves fiatal barátaim, hölgyeim és uraim, és köszönöm azt a lehetőséget, hogy itt beszélhessek egy fontos fórumon, egy fontos kérdésről. A tehetségek külföldre vándorlása az nagy probléma a világ legtöbb országában, kivéve azt a néhányat, ahova vándorolnak ezek a tehetségek. Ezt általában brain drainnek hívják, és az Európai Unió, Amerika, stb. Fölismerve azt, hogy egy ilyen bármennyire is előnyös számukra ez, túlzásba vitt brain drain, az nem jó, mindenütt vannak programok arra, hogy ezt próbálják ellensúlyozni. Tehát ezzel együtt én szeretném ezt a kérdést körüljárni. Tudnélik, a cím végére én azt hiszem, hogy lehet felkiáltó jelet és lehet kérdőjelet is tenni, mert az a kérdés, hogy hogyan értjük azt, amit az itthontartást, hogyan értjük azt, hogy ez mit jelent. Vagyis, hogy a brain drain az jó vagy rossz? Ugye azt tudjuk, sokan tudják tapasztalatból, vagy hát, abból, amit olvastak, hogy ez itt egyáltalán nem kis számokról van szó. Még ha leszűkítjük az egészet a tudományos brain drainre, ami egyébként a tehetségek külföldre vándorlásának, mondjuk Magyarországon csak egy kisebb szelete, mert ugyanígy elmennek az orvosok, az informatikusok, tehát nem tudományos kutatók, hanem egyéb magasan kvalifikált, tehetséges emberek is. Én most csak a tudomány, a kutatókra vonatkozó kérdésekről szeretnék beszélni. Aki járt Amerikában egy vezető vagy közepesen vezető egyetemen, azt tudja, hogy az ottani doktoranduszoknak mondjuk több mint a fele az külföldről jön. A világ minden tájáról, Kínából, Indiából, Iránból, Dél-Amerikából, Európából, talán legkevésbé Afrikából, de nyilván az is változóban van. Ezeknek egy nagy része ott is marad. Nem mindenki, de egy nagy része ott is marad. Hogy ennek az elvándorlásnak az arányairól, a következményeiről egy konkrét anekdótaszerű adatot hadd mondjak. Matematikából van egy 4 évenkénti nagy kongresszus, 4-5 ezer fős, amire csak meghívott előadókkal adják a programot, és egy nagyon 3 éves folyamat során választják ki azt, aki oda meghívott előadó lesz. Tehát aki oda meghívott előadóként bekerül, az egy nagyon nagy elismerés, az általában egy világszerte ismert vezetőtudós kell, hogy legyen. Magyarországról általában 1-2 meghívott előadó megy. De én a múltkor megnéztem jobban, tehát nem csak azt a statisztikát, hogy melyik országból hány előadó volt meghívva, hanem hogy hány olyan előadó volt, aki Magyarországon született, és majdnem mindegyik Magyarországon is végezte legalább a középiskolát, sokan az egyetemet. 8 ilyen volt. Ebből 1 él Magyarországon.
Ez tehát azt jelenti, hogy ebből a kicsit véletlenszerűen kiválasztott 8 vezető tudósból egy az, aki Magyarországon van, a többi 7 az máshol, a világ más részein, Angliában, Amerikában, Németországban dolgozik. Ez tehát egy óriási nagy probléma. Ugyanakkor azért azt is el kell mondani, hogy ha az összes külföldön tartózkodó neves magyar tudós hazajönne, nem igazán tudnánk nekik állást adni. Tehát az, hogy valamennyi elvándorlás a kevésbé fejlett országokból, a gazdagabb országokban van, ez ennek ilyen okai is vannak, és tulajdonképpen emiatt ez nem lehet visszafordítani, inkább azon kell gondolkozni, hogy hogy lehet ezzel együtt élni, hogy lehet ezt jól kezelni. Ugye azok, akik ott maradnak, azok nem csak, hogy elvándorolnak, általában nem csak elvándorolnak, azoknak itt maradnak gyökereik, kapcsolataik, személyes és szakmai kapcsolataik, és ezen keresztül azért hasznosak, és sokat segíthetnek a magyar tudománynak. Van, aki hazajár, és itt rendszeresen tart előadásokat, van, aki diákokat fogad innen, és ilyen módon a diákoknak érdekes módon több kapcsolata marad a magyar tudománnyal, ő rajta keresztül, mintha valahova olyan helyre mennének, ahol nincsen magyar. Ezt a kapcsolatot, ahogy a világ egyre zsugorodik, ezt egyre fontosabbnak kell tekintenünk. Egyre kevésbé lehet embereket oda beskatujázni, hogy ő most Amerikában tudós, vagy Angliában tudós. Az emberek nagy része sokat utazik, sokat vándorol, rövidebb, hosszabb időre mindenhova eljut, és az egy fontos dolog, hogy kihasználjuk, hogy azok a tudósok, akik Magyarországról külföldönre költöztek, azok azért minél gyakrabban jöjjenek haza, és itt is járuljanak hozzá ahhoz, hogy a magyar fiatalok a világ legkurrensebb, legfontosabb, legmodernebb témáiban tájékozódjanak, és abba tudjanak szerepelni. Tehát a brain drainnek az ellentetje a hazatérés, hadd beszéljek erről egy picit. Tehát ugye azt tudjuk, hogy nem könnyű dolog egy külföldön élő, pláne ott már állást kapott, vagy az ottani sínen levő fiatalt hazahozni. Az első és legnehezebb kérdés itt a jövedelem. Erre próbált például választ találni, vagy erre valamennyi kis gyógyírt találni az akadémiának a lendület programja, aminek kapcsán fiatalok, most már 100 fölötti fiatal, kiemelkedő tudós jött haza Magyarországra, nem mind jött haza, vagy maradt itt és nem ment el. Ugye a lendület program az nagyjából a kétszeresét, megduplázza a fizetését ezeknek a fiatal embereknek. Ezzel körülbelül eléri a cseh fizetési színvonalat, tehát azt nem lehet mondani, hogy ez egy annyira kiemelkedő fizetés, hogy csak ezért hazajöjjön. Itt arról van szó, hogy emellett a lendület program más előnyöket is ajánl, például kutatócsoport vagy laboratórium összeállításának, fölállításának a lehetőségét, és ezen keresztül a fiatalnak olyan lehetőséget ígér, amire esetleg még azon az egyetemen, ahol ő most éppen befutóban van, még ott is várnia kéne, vagy még ott se
biztos, hogy ezt megkapja. Tehát ennyiből ez egy jó program. Én hozzátenném egyébként, hogy ennek a programnak számomra az én szemembe a legfőbb előnye az, hogy létrehoz egy olyan korosztályt, egy olyan közösséget, kiemeli a 30-40 évesek közül azokat, akik a jövő vezetői lesznek, és már most sújtat nekik, és ezen keresztül már most a tudományos élet vezetésébe, vagy legalábbis a tudományos életbe való beleszóláshoz több jogot ad nekik. Én azt hiszem, hogy ezt tovább kellene fejlesztenünk, gondolkozunk azon, hogy valamiféle fiatalok akadémiáját vagy hasonlót, ami sok országban van, kellene fölállítani, mert azt hiszem, hogy ennek az új általában már a világra való kitekintés kapcsán nyert látásmódnak, egy új hozzáállásnak nagyon nagy jelentősége van. Igen, a környezet és a kapcsolatok nagyon sokat jelentenek, és ezért aggaszt engem az az újabb tendencia, hogy nagyon sokan már érettségi után elmennek külföldre tanulni. Természetesen nem lehet azt mondani, hogy ha valakinek Cambridge-be vagy Oxfordba ajánlanak ösztöndíjat, akkor azt mondani, hogy ne menjen el, mert de meg kéne próbálni valahogy Magyarországon is, hát az egészen kiemelkedők számára legalábbis ilyen kiválósági ösztöndíjat adni, és ezen dolgozunk is az EMI-vel közösen, és próbáljuk ezt kialakítani. Tudnélik, arról van szó, hogy aki itt jár egyetemre, akár csak 3 évet, annak van egy képe a magyar kutatásról, tudja, hogy Magyarországon különböző témákban kik a vezető tudósok, tudja, hogy Magyarországon mik azok a témák, amikkel, hogyha esetleg később elmegy, és ott szerez PhD-t, vagy akár mesterfokozatot, de legalább megvannak ezek a kapcsolatai, megvan az a tudása, hogy Magyarországon, az ismerete, hogy Magyarországon ki van, és kivel érdemes neki esetleg kapcsolatba lépni. Attól félek, hogy aki a középiskola után elmegy, annak számára ez a tudás nem áll rendelkezésre. Eddig arról beszéltem, hogy emberek elmennek, visszajönnek, ahogy a középkortól kezdve a mesterlegények elmentek vándorútra, aztán visszajöttek. Azonban azt is tudjuk, hogy a mai világban a tudomány, legtöbb tudománynak a közélete az nem így működik, hanem igazából egy cirkuláció van. A tudósok különböző okokból, amik között nagyon gyakran nagy felszerelések, speciális mérőműszerek, máskor különösen speciális programok, külön egy-egy témára szervezett kutatócsoportok, stb. Vannak, tehát állandóan vándorolnak. Tehát az ember elmegy nyugatra, akkor ott nem csak a diákoknak a fele, hanem nagyon gyakran az oktatói kar fele is máshonnan jön. Sőt, hát mondjuk például a Európa talán, nem tudom, első 3 egyeteme közé sorolható Zürichi ETH-n szinte alig lehet, tehát lámpással kell keresni, hogy svájci születésű oktatót találjon az ember. Tehát ezen a szinten is megvan egy ilyen körbevándorlás, és ez az, ahol még Magyarországon nagyon kevés dolog történt, nagyon kevés nálunk a külföldről jött oktató, holott ez a körbevándorlás azzal is jár, és hát ez a lényege, ez a legfontosabb következménye, hogy azok, akik így máshonnan mennek, egy más szemléletet, egy más tudásanyagot, egy más tapasztalatot visznek magukkal, és ennek az összetevése
összekombinálása a helyi tudással és tradíciókkal nagyban tudja fokozni a kutatás és az oktatás hatékonyságát. Ugye persze Európában ez egy kicsit nehezebb, mint Amerikában, mert itt különböző nyelvek vannak. Én azt látom, hogy a tudomány nyelve ma az angol, ahogy valaha a latin volt, és ezért hát itt nem tudom, valószínűleg fölöslegesen mondom a fiataloknak, de nem lehet angol tudás nélkül tudományt művelni manapság. Ez abszolút igaz a természettudományokra, a társadalomtudományokban pedig biztos, hogy ott is így kéne, hogy legyen, vagy hamarosan így is lesz. Ebből a szempontból a Európán belül azt hiszem a Brexit az szerintem pozitívan fog hatni, mert ilyen módon az angol egy semleges nyelvé fog válni, ellentétben azzal, hogy most a három nagy közül az egyiknek a nyelvét tesszük-e magunkévá. A cirkulációhoz tartozik, vagy talán ennek keretében említem, még egy példát, van egy programunk a magyar matematikusoknak, ez a Budapest Semesters in Mathematics program, ami 30 éves, tehát még az ánti világban kezdődött, meglehetősen csoda, hogy egyáltalán akkor kezdődött. Ez egy olyan program, amiben amerikai diákok egy fél évre, főleg amerikaiak, egy fél évre jönnek Magyarországra, és itteni matematikusoktól tanulnak matematikát. Meg még kis óraszámban helyi történelmet, magyar kultúrát, stb., de a dolog lényege a matematika. Ez kicsiben kezdődött, ma már évente körülbelül 150 diák jön Amerikából, és azt a számot hallottam, hogy az amerikai friss PhD diákoknak mintegy 10%-a részt vett ezen a programon. Mire mondom ezt? Arra mondom, hogy igenis a magyar egyetemeknek, a magyar oktatásnak van vonzó ereje. A magyar oktatás, ha fölvállalja azt, hogy nálunk van nagyon színvonalas, de speciális tudás, olyan, amit máshol nem tudnak megkapni, akkor erre lehet, hogy is mondjam, vevőt találni, tehát igenis ezek a diákok eljönnek, és ezek a diákok utána saját tapasztalatom Amerikában ezt nagyon büszkén mondják, hogy ők ezen a programon részt vettek, nagyon büszkén terjesztik azt, hogy milyen jó volt nekik fél évet Magyarországon tölteni. Sőt, volt köztük olyan is, aki aztán, ez nem is kevés, aki még egy fél évre visszajön, és volt olyan is, aki végleg itt maradt. Tehát ez a program azt mutatja, hogy a magyar oktatásban nem csak abba kell gondolkoznunk, hogy a saját diákjainkat elküldjük, hanem hogy csábítsunk ide más diákokat is, és akkor itt fölidézek egy másik ilyen emléket. Vietnámba járva sok olyan emberrel találkoztam, vezetőbeosztású emberekkel, dékánokkal, miniszterhelyettesekkel, akik nagyon büszkén mondták, hogy ők Budapesten végeztek, és valamit beszéltek még magyarul. Ez tehát azt jelenti, hogy az a, igen, a mi oktatásunknak, oktatási rendszerünknek vannak olyan tradíciói, amiket érdemes a külföld számára is propagálni, és ezen keresztül minél több külföldit is ide csábítani. Külföldek egy része akár itt is maradhat, és érdekünk, hogy a legkiválóbb külföldiek maradjanak itt. Na most persze elhangzik, hogy miért költsünk esetleg külföldieknek az ösztöndíjára vagy a fizetésére pénzt, amikor nem tudom, Magyarországon is hát keresnek emberek munkát, akár ezeken a területeken is. Itt az a helyzet, hogy
ezt is szoktam mondani, hogy a tudomány egy olyan sportág, amiben nincs ezüstérem. Aki másodjára fedezi föl ugyanazt, vagy gyöngébben fedezi föl ugyanazt, azt a világ nem fogja elismerni. Ehhez az kell, hogy nekünk a legjobb tímeket, a legjobb csapatokat kell fölállítani azokon a területeken, ahol egyáltalán kutatni tudunk. És ha ezekhez a csapatokhoz külföldiek kellenek, akkor ezeket a külföldieket kell ebbe bevonni, mert őnekik van esetleg egy olyan speciális tudásuk, vagy egy olyan képességük, ami ezt lehetővé teszi. Tehát, amit itt ismét ugyanarra a szóra térnék vissza, amit már többször említettem, a kapcsolatok kiépítésének a szükségességére. Tehát, hogy összefoglaljam, én a jövőt úgy képzelem el, hogy Magyarország beilleszkedik Európának és a világnak abba a körforgásába, amiben a diákok, kutatók körbe mennek. Nem veszteség és nyereség van, hanem a diákok és a kutatók elmennek oda, ahol a legjobb lehetőségeik vannak. Ha Magyarországon olyan kutatási feltételeket tudunk teremteni, és az nem csak anyagi feltétel, ebbe rektor urak, ebben bizony a magyar egyetemeknek a bürokratizmusát, a magyar tudományos életnek néhány nagyon ellenszenves és nagyon hátrányos vonását is le kellene küzdeni. Én, ha csak a honosítás szót említeném itt, de nagyon sok más is van, ami akadályozza ezt. Ezeket le kéne küzdeni, olyan közösségeket teremteni, amikbe a külföldiek szívesen jönnek, nem csak fejlődő országokból, hanem nyugatról is, erre is vannak példák. Tehát említem, mondom, itt most az álmomat mondom, akkor Magyarország nem vesztese lesz a brain drainnek, hanem egy résztvevője egy olyan körforgásnak, ami végeredményben mindenkinek segít, mert mindenhol a tudományos kutatás sikerességét előmozdítja. Köszönöm szépen. Az elnök úr személyes példája az, hogy ő elment és visszajött. Én már csak úgy fordítom le magamnak, hogy a kandidátusi fokozatot a diákkori dolgozatára kapta, majd elnyerte a Nobel-díj értékű nemzetközi matematikus díjat, visszajött, és arról beszél nekünk, hogy azzal kell foglalkoznunk, hogy menjen el, de jöjjön vissza, jöjjön létre egy mobilitás, és akkor a magyar tehetség bárhol is van, magyar marad. Köszönöm szépen az előadást, és most tovább folytatjuk a beszélgetést. Elmondom azt, hogy nekünk 16 szakmai bizottságunk van az orvostól a testnevelés sporttudományig, és azt 4 alelnökünk gondozza. Itt ülnek az első sorban, mert nem fértek fel a pulpitusra. És ezek a tudományterületek arról beszélgettek, ami a fórumnak a lényeges kérdése volt, hogyan tovább a tehetségek, magyar tehetség érvényesülése, hogyan tudjuk mi ezt segíteni. Összesen 20 percük van, ez azt jelenti, hogy 4x5, és akkor amilyen sorrendben kívántok jönni, megadom a szót, 2 a humán és társadalomtudományi alelnök, hiszen oda 8 szakmai bizottság tartozik, azután az élettudományi alelnök, és végül, aki most éppen beszélget, az általános elnök helyettes úr, aki a műszaki tudományok és a természettudományok gondozója. Hát, beszéljétek meg, hogy kezditek, 4x5 perc, érdekel minket azt, hogy hogyan, s miként. Hölgyek ki az elsőbség, Pusztai Gabriella, alelnök asszony. Tisztelt elnök urak, tisztelt hallgatóság!
El szeretném mondani, hogy új vagyok ebben a szerepben, az alelnöki tisztségben, és ezt a műfajt is először követtem és csináltam végig, hogy a több szekciónak, a több tudományterületnek a tapasztalatait, a TDK tapasztalatait és az újabban felmerülő kérdéseket beszéltük meg. Én azt szeretném elmondani, hogy hihetetlen érdekes volt számomra, hogy azok a problémák, amikkel az akadémiai a bizottságokban, illetve az akadémiai, én a második osztályon vagyok jelen, az akadémia második osztályán foglalkozunk, azok a problémák megjelentek ebben a körben is. És hát ezek közül kiemelnék egy néhány, tényleg csak hármat, nagyon rövid leszek, próbálok lenni. A legizgalmasabb talán az volt, hogy a tudomány és a felsőoktatás nemzetközi esedésével kapcsolatos problémák, kérdések, örömök begyűrűztek a TDK világába. És hát az egyik, talán a leghosszabb napirendi pontunk az volt, hogy összevetettük az idegen nyelvű előadás, idegen nyelven készült dolgozatok, és hát ugye nem csak a dolgozat és az előadás lehet idegen nyelvű, hanem az idegen anyanyelvű, a nem magyar anyanyelvű hallgatók megjelentek a magyar felsőoktatásban, és megjelennek a TDK mozgalomban is. Ezzel kapcsolatban hihetetlen izgalmas és színes képet vetítettek elénk a kollégák. Ami látszik, világos, hogy a TDK mozgalom az nagyon érdekli a külföldi hallgatókat, akik Magyarországon tanulnak, és szeretnének bekapcsolódni. Ez öröm számukra, kihívás, ugyanakkor nem biztos, hogy mindent tudnak róla, tehát ott fel kell hívni a figyelmüket erre, hiszen a hazai hallgatóink ebben nőnek fel, ismerik azokat a pályázati kérdéseket, ahol ezeket számon kérik tőlük, vagy előnként fogják fel. Tehát a külföldieknek érdemes ezeket a lehetőséget felkínálni. Azoknak a hallgatóknak, akik magyar tannyelvűek és magyar anyanyelvűek, is előfordulhat olyan helyzette, hogy evidens az idegen nyelv használata. A különböző, például az idegen nyelv tanítás módszertanával foglalkozó dolgozatok, vagy a nyelvészeti dolgozatok esetén erre van kialakult példa és eljárás. Azt láttuk ugyanakkor, hogy, és ebben meg tudtunk egyezni, hogy nagyon fontosnak tartjuk azt minnyájan, hogy a nemzetközi tudományosságban elért eredmények, vagy módszertani megoldások, azokat próbáljuk megfogalmazni a saját nyelvünkön is, tehát a magyar szaknyelv is gazdagodjon azáltal, hogy olvassuk a nemzetközi szakirodalmat, és kedvező vagy a leggyakoribb megoldás az volt, hogy aki tud magyarul, az próbálja meg összefoglalni magyar nyelven is a dolgozatának a legfőbb tudományos eredményeit. Sokszor ilyenkor hihetetlen gazdagodás van abból, hogy egy-egy szakkifejezésnek megkeressük a magyar megfelelőjét, és akkor derül ki, hogy nem biztos, hogy egyszerű ezt lefordítani, nem biztos, hogy mindenki úgy érti. Tehát ebből is előnyt érdemes és lehet kovácsolni, hogy munkába vegyünk egy fogalmat. Azt láttuk ugyanakkor, hogy a vegyes előadói nyelvű szekciók azért kihívás elé állítják az értékelőket, a bírálókat. Nem, ugye pszichológusok is voltak a köreinkben, és ugye mi is tudjuk mindnyájan, hogy értékelni nagyon nehéz. Értékelni nagyon nehéz, bírálni nagyon nehéz. Sosem tudjuk, hogy mikor mit bírálunk a magyar nyelvű előadásoknál is előfordul, hogy egy jó fellépést, egy elegáns előadói stílust. Arra hívtuk fel egymás figyelmét, hogy az idegen nyelven előadott produkciónál ne a nyelvi szépséget, a kiejtés és a megfogalmazás szabatosságát, de mondjuk a szépségét ne értékeljük túl. Vagy figyeljünk oda, hogy ha valaki magyar nyelven ad elő, akkor épp olyan érték az, hogy egy szép ékes magyar nyelven beszél és ad elő. Tehát ez öröm, siker, azt gondolom, hogy nagy előrelépés ezeken a területeken, és ugyanakkor kihívást is jelent.
A másik szintén nagyon érdekes kérdés, amivel szintén az akadémiai munkában, bíráló munkában is találkozunk, ez a kinek a tudományos produktuma, kinek a szellemi terméke kezdetű kérdés, és megjelentek a társszerzős alkotások. Számba vettük azt, hogy hol tartunk a társszerzőség tekintetében. Még nem tartunk ott, ahol a Magyar Tudományos Akadémia doktori tanácsa, ahol több ezer fő dolgozik együtt esetleg egy cikken vagy szerzőtársként, de a legnagyobb létszámú szerzőgárda az 8 volt nálunk, a humán, pedagógia, pszichológia, művészetek és tantárgypedagógia területen, tehát már 8-nál járunk. Ugye ugyanazt az elvet hangsúlyoztuk, amit a Tudományos Akadémia is szem előtt tart, tehát terüljön ki, legyen világos, hogy meddig tart kinek a munkája, mi az ő szellemi hozzájárulása ehhez a közös produktumhoz, ezt szeretnénk képviselni. A harmadik, és ezzel be is fogom fejezni, a bírálói anonimitás kérdése. A hagyományok abban az irányban mozogtak, hogy inkább anonim volt a bíráló. Most azt látjuk, hogy egy előteljes elmozdulás talán a doktori képzés mintáinak a hatására történik, a bíráló nevének a vállalása, a bíráló nevének a feltüntetése irányába. A négy, a mi területünkön levő négy szekciónál három esetében döntöttek úgy, hogy a bíráló ne legyen többet anonim, egy területen úgy döntöttek, hogy még egyelőre legyen anonim. Két esetben, ez az első fordulópont, tehát két szekció esetén most próbálkoznak ezzel először. Örvendetesnek tartottuk, volt olyan hang, aki megfogalmazta azt, hogy esetleg bíráló kockázatot láthatnak ebben, meglátjuk, be fogunk számolni róla, hogy csökken-e a bírálói lelkesedés az anonimitás megszüntetésének a hatására. És még egyetlen dolog itt a bírálatnál, hogy ugye értékelni nehéz, értékelni egy külön mesterség, és ha bár pontszámokkal dolgozunk, még a matematikus kollégák is amellett érveltek, hogy nagyon sokat segít, hogyha a pontszámokhoz, ehhez a folytonos numerikus változó sorhoz mégiscsak valamiképpen kategóriákat rendelünk, és megfogalmazzuk, hogy mi az a maximális pont, mi az a két ponttal a maximális alatt, és a többi. Tehát operacionalizáljuk egy kicsit ezeket az eredményeket. Ez nagyon fontos minnyájunk számára, hogy az összehasonlíthatóság, a minőségről alkotott közös megegyezés, a konszenzus meglegyen. Köszönöm szépen a figyelmet, és nagy öröm volt számomra ebben a munkában részt venni. Mezei Barna alelnök úr, szintén a humántudományok négy szakmai bizottságát gondozza, ezen inkább a közgazdaságtal. Tessék! Jogtudomány, közgazdaságtan, a szűk értelembe vett társadalomtudományok és a had- és rendészettudományok ebben a csoportban. Azzal kezdeném akkor, amit labdát földobtál volt, és nálunk csak a végén jött elő, ez a idegen nyelvű dolgozatoknak a kérdése, és az idegen nyelvű előadásoknak a kérdése. Voltak éppen nálunk is ebbe az irányba hajlott el a dolog, hogy ez a magyar tudományos szaknyelvnek a seregszemléje, ezzel együtt vannak olyan tudományok, ahol természetesen jelennek meg idegen nyelvű előadások, sőt, van olyan például a hadtudományok területén, jól tudom, nem a rendészet, hadtudományok területén, fordult az elő, hogy például egy külföldieknek, kifejezetten külföldieknek szervezett tagozat is megjelent és megjelenik, tehát ez is gyakorlat, ami végül is elvezet ahhoz a következtetéshez, amiben azt hiszem maradhatunk, hogy rendkívül színes a szekcióhoz tartozó területeknek a
a tudományterülethez tartozó szekcióknak a megoldás verziója, és valójában nem is nagyon törekedtünk arra, hogy egységes megállapodásra jussunk, hanem a kérdéseknél, amelyek fölmerültek, inkább a jó gyakorlatok kicserélésének a gondolata jelent meg. Ami nálunk is a opponensekkel kapcsolatos kérdés volt, pontosan az sokszínűségből eredően, és itt egy kérésünk lenne majd az elnökség irányába, méghozzá a jogi szekcióba gyakorlat az, hogy két-két hallgatói opponens bírálja a dolgozatot, és közöttük is verseny van, tehát a legjobb opponensi díjat is el lehet nyerni, tehát őket is minősítik és értékelik, viszont a pályázat nem ad lehetőséget arra, hogy őket betervezzék ebbe a pályázati rendszerbe, hogy ezt javasolnánk, hogy ez, ha nem is most feltétlenül, de ahogy lehetséges, akkor mindenképpen jelenjen meg. Ha már a kérdéseknél tartok, előjött egy másik kérdés, és ez, hogy a pályázati kiírásoknál javaslat hangzott el arra vonatkozóan, hogy a tudományterület sajátosságaira tekintettel esetleg valami mozgásteret lehetne adni a tudományos diákköri pályázatoknál. Most itt konkrétan egy olyan eset, amihez én nem értek, de mindegy, tűzvédelemről van szó, amely laboratóriumi körülmények között éghető anyagokkal és egyebekkel dolgozik, ahol nyilván nem ugyanaz a tudományos diákköri munka és kísérletezés egy had- és rendészettudományi szekcióban, mint adott esetben egy természettudományiba. Tehát itt a pályázatok, szintén kérjük azt, hogy a pályázatok vegyék figyelembe a pályázati kiírásoknál ezeket a lehetőségeket. Nagyon pozitívnak tartottam én a magam részéről azt az összefoglaló megközelítést, hogy mindenki előre dolgozik. Tehát adatbázisokat állítanak föl a szakbizottságok, és próbálják előre beosztani, amennyire lehet már, és fölkérni a résztvevőket. Ez különös összefüggésben van a zsűrik tehát a zsűritagok megválasztásával, amelyet rendkívül aggályosan próbál mindenki előkészíteni. Itt szociológiai megközelítésben még olyan esetleges szempontok is előfordultak, hogy túl az intézményi különbségeken vegyünk figyelembe nemet, férfi, nő, vegyünk figyelembe korosztályos adottságokat is. Ezt én úgy gondolom, hogy egy nagyon nagy feladat, de boldogan állunk elejbe a szociológus kísérletnek, hogy ezt a társadalomtudomány szűk értelemben hogy fogja tudni megoldani. Minden esetre intézmények, rendelkezésre álló bírálókkal bőven előfordulnak. Esett szó a szakdolgozatokról, a mi tudományterületünkön valójában túl sok problémát ezzel kapcsolatosan nem fogalmaztak meg. Abba maradtunk, hogy ezt az egyes szekciók és szakbizottságok maguk kezelik ezeket a problémákat egyelőre, addig, amíg nincsen valamiféle központi megfogalmazás. Nálunk elég jellemző az átjárás az egyes szakterületek között, ezért fölvetődött az a szakbizottságok vonatkozásában, hogy az információ áramlás erősödjék, mert hát teljesen természetes, hogy adott esetben, mint egy jogi területről átmegy valaki a rendészettudományból, vagy a társadalomtudományba, tehát teljes átjárás van. Ez pusztán technikai kérdés, hogy a továbbiakban ezt megoldjuk. Ezzel kapcsolatosan esett szó a kis szekciók jellegzetes problémáiról, tehát van egy olyan szekciónk, ami lényegében egy intézményt jelent. Nagyon komolyan dolgozik az intézmény azon, hogy kiszélesítse és más egyetemekről zsűritagokat, pályázókat invitáljon meg, ami hát a jövőnek a zenéje, de nagyon jól haladnak előre. Én azt hiszem, hogy minden olyan dolgot megfogalmaztam,
illetve följegyeztem magamnak, amiről szó volt, de gondolom, hogyha nem, akkor ez menet közben úgy is elő fog fordulni. Egy érdekes megjegyzéssel zárnám. Az egyik kolléganő jelezte, hogy kérdést intéztek hozzá nevezéssel párhuzamosan, hogy akadálymentesítette az épület. Ez egy egészen újfajta megközelítés, de tudomásul kell vennünk azt is, hogy most már ilyen szempontok is megjelennek a szervezésben és a rendezésben. Köszönöm szépen a figyelmet. Következő alelnökünk Pénzes Béla professzor, az élettudományok gondozója, orvosok, biológusok, agrárosok, tessék. Tisztelt elnök úr, tisztelt elnökség, kedves kollégák! Én úgy gondolom, hogy a tehetség érvényesülésének a magyar felsőoktatásban az első lépcsője a Tudományos Diákköri Konferencián történő bemutatkozás. Mindnyájunk közös érdeke, és a mostani kétnapos fórum is ezt szolgálja, hogy ez a bemutatkozás sikeres legyen. Sikeres legyen annak érdekében, hogy az elvégzett munka elismerést kapjon, a tehetség világosan láthassa a továbbvezető utat. Az élettudományi szakmai körbe tartozó szakmai bizottságok, nevezetesen agrártudományi szakmai bizottság, biológia szakmai bizottság, orvos és egészségtudományi szakmai bizottság, testnevelés és sporttudományi szakmai bizottság időarányos munkával a konferencia szervezését illetően jól halad. Én úgy gondolom, hogy azok a feladatok, amelyek előttünk állnak, és ez nem kis feladatsor, könnyebben elvégezhetők lesznek, hogyha a közeljövőben megrendezendő ügyvezető elnökök kollégiumának ülésein a szervező intézmények eljönnek, és ott a hasznos tanácsokat, segítő szándékú javaslatokat megfogadják. Az élettudományi szakmai bizottságok együttes ülésén nagyon sok hasznos, érdekes javaslat hangzott el. A legnagyobb vita a szakmai bizottságokban tulajdonképpen a részvételi díj körül zajlott. De úgy ítélem meg, hogy ez már közel sem akkora, mint hetekkel, hónapokkal ezelőtt volt. Meg fogjuk találni azt a konszenzust, amikor méltó feltételek mellett rendezzük meg az országos tudományos diákköri konferencia különböző szekcióit. Nagyon fontos, hogy a tartalom és a forma, a megrendezés színvonala párhuzamosan alakuljon. Nagyon szerencsétlen volna, hogyha anyagi okok miatt kellene az intézményi nevezési számot csökkenteni. Tudjuk azt nagyon jó, hogy a felsőoktatás intézményrendszere milyen gazdálkodási, finanszírozási gondokkal küzd. Ennek ellenére én úgy gondolom, hogy meg kell találnunk azt az utat, ahol a tehetséges hallgatók kivétel nélkül bemutatkozhassanak. Van különböző tradíciók, kötik a szakmai bizottságokat. Vannak olyan szakmai bizottságok, ahol a nevezési létszámhoz, az országos konferencia nevezési létszámához nem fűznek korlátokat. Ilyen többek között a testnevelés és sporttudomány, agrártudomány, biológia. Ezzel ellentétben az orvos és egészségtudományi szakmai bizottság saját elképzeléseihez híven gyakorlatilag kvótákat állapított meg. És Mátyus professzor tájékoztatása alapján úgy tudom, hogy ebben a vonatkozásban a kvóták teljes körben idehaza és határon túli képzéseinkben is elfogadásra kerültek. Nagyon jó dolog, hogyha egy szakmai bizottságnak tradíciója van, és az országos tudományos diákköri tehetséggondozás keretében ehhez a hagyományhoz úgy tud ragaszkodni, hogy közben az általános szabályozásnak megfelel. Felmerült valamennyi szekcióban a tudományos diákköri munka és a diplomunka kérdéskörének tisztálása. Én úgy gondolom, hogy azzal az állásfoglalással, amit az elnökség közreadott, nem zárult le a folyamat, itt finomítani kell különböző szempontokat, és ez alapján én úgy gondolom, hogy egyetlen egy mérce lehet az elvégzett munka, a tehetség, a sikeres hallgatói tudományos diákköri pálya,
és ezt követően én úgy gondolom, hogy ha a hallgató az eredményét, abból indulunk ki, hogy a hallgató a saját eredményét, amit a tehetséggondozás keretében tudományos diákkörben elért, azt diákköri munka, illetve diplomunka készítésére is felhasználja, hisz ő dolgozott meg érte. A két lépcsős képzésben különböző szinten tanuló hallgatók másként lépnek ki a tudományos diákköri munkából a nagybetűs életbe. BSC hallgatók és nagyon sok sikeresen TDK-zó MSC hallgató általában a versenyszférában helyezkedik el. Ugyanakkor az MSC hallgatók közül sokan, akik országos helyezettek lettek, netán proszienci aranyérmet nyertek, rendszerint valamennyi élettudományi területen PhD képzés keretében folytatják a munkájukat. Általánosan elmondható, hogy a tudományos diákkör a hazai felsőoktatási intézményekben a PhD képzés előszobája, tehát enélkül szinte lehetetlen bekerülni PhD képzésre. Úgy ítélem meg, hogy a PhD képzésben bekövetkező vagy bekövetkezett változások sokat lendítenek, és tudom, hogy nem hibátlan a rendszer, de a PhD fokozat megszerzéseig úgy gondolom, hogy a tehetség érvényesülésében minden rendben van. A probléma utána következik, amikor a hallgató megszerezte a fokozatot, és Bakkacsi Gyula előadásából vettem a kifejezést, az önjáró lövegek, akik tényleg tehetségesek, tenni akarnak, akadályokba ütköznek, akkor a karrier félő, hogy megtörik. Én úgy ítélem meg, hogy nem tehetjük ki a magyar felsőoktatást élettudomány területen, hogy a tehetséges hallgatók eljutnak a tudományos fokozat megszerzéséig, és utána méltatlan helyzetbe kerülnek. Méltatlan helyzetbe kerülnek anyagilag, és ami még félőbb, hogy az intézmény nem tudja azokat a kutatási feltételeket biztosítani, amelyek világszinten, mert ha valami globalizálódott, akkor a tudomány, akkor eredményesen tudnának dolgozni. Ezek a hallgatók el fognak menni külföldre, és félő, mint amit elnök úr is mondott, hogy nem fognak visszajönni. Ők dolgozni szeretnének, és ehhez a munkához, tudományos munkához az országnak kell megteremteni a feltételeket. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Weisburg Tamás általános alelnök úr, de most csak a saját munka területéről, műszaki tudomány, természettudomány. Köszönöm, tisztelt elnök úr, elnökség, kedves kollégák, jó helyzetben vagyok, az idő is elfogyott, ami rendelkezünk, és nagyjából mindent el is mondtak az előttem szólók, tehát arányban van a lehetőségek és a feladatok. Azért egy pár dolgot mégis mondanék, hiszen több mint egy órát beszélgettünk. Elég hangosan beszélek? Jó, köszönöm. Tehát mind a négy terület, tehát kémia, vegyipar, fizika, földtudományok, matematika, műszaki, illetve informatika olyan, amelyik nagyon alkalmazásorientált is tud lenni. Ennek megfelelően nálunk élesen felmerült, nagyon sok szálból összefonódóan végül is, hogy ami a délelőtti diszkusziónak is része volt, hogy a tudomány mennyiben kell, hogy alkalmazott legyen. Ugye ez itt elhangzottak erre vonatkozó állítások. Hogy nagyon fontos volt az, hogy nem lehet ellentétes az alkalmazói és a felfedezői tudományos munka, tehát ezeket nem szabad szembeállítani, mind a kettőt meg kell becsülni, mind a kettőnek meg kell találni a helyét, mind a műhely munka szintjén, mind a konferenciák szintjén. Ami egy nehéz dolog nálunk, biztos másutt is, csak persze mindenki a saját nyomorát érzi, hogy hol lehet elválasztani a műszaki fejlesztői alkalmazói szintet a tisztes iparos munkától. Erre vonatkozóan most az idő hiányában nem térnék ki, de voltak nagyon jó megközelítések, és azt gondolom, hogy erre van lehetőség. Ez egy kulcs feladatunk, hogy ezt a kettőt el tudjuk választani, megadván a tisztes iparos munkának is a tiszteletet, csak nem feltétlenül ezen a pályán. Ugyanakkor az is elhangzott, vagy abban is egyetértés volt, hogy nem volna szerencsés polarizálni, tehát kiüríteni a két terület közötti határzónát, tehát nem akarjuk, hogy egy tiszta, nem tudom, egy vasfüggöny zóna legyen, hogy látszuk, hogy te itt vagy, te meg ott vagy, hanem
legyenek átjárások, azzal a kompromisszumokkal is, hogy esetleg, ha valaki csinált valami tisztes iparos munkát, kicsit meghaladó feladatot, akkor azért megjelenhessen vele, de tudja azt, hogy hát nem ő lesz ezen a pályán, nem ő lesz az olimpiai bajnok. Ez volt az egyik, az elvi rész, a műfaj. A másik a pénz, nem abban az értelemben, ahogy tegnap tárgyaltuk, tehát nem a konferenciák lebonyolítása, hanem a műhely munkára rendelkezésre álló körülmények. Én nagyon tisztelem ezt a tűzvédelmi reakciót, de ezért szeretném jelezni, hogy összes természettudományban is elég sok mindenre szükségünk van, tehát mondjuk például gyufára, hogy meg tudjuk gyújtani a bunzenék, és akkor már tűz is lesz. Itt néhány dolog fölmerült. Az egyik az, hogy nagyon jó dolog, hogy van ez a Nemzeti Tehetség Ösztöndíja, most elindult. Ugye ezt tudjuk, mindannyiunk intézményében van ilyen. A gond azt jelezték a kollégák, és én ezzel egyetértek a saját tapasztalataim alapján is, hogy a mi területünk annyira piacképes, hogy igazából, hogyha a legtehetségesebb diákot én bent szeretném tartani a műhely munkára, és a konkurenciám az, hogy elmegy programozni másodéves alapszakos hallgatóként, hogy világos legyen, tehát nem a PhD szintről beszélek, vagy éppen elmegy egy gyógyszergyárba laboránsnak, nem laboránsnak, hanem tehát gyakorlatilag laborban, bocsánat, ezt akartam mondani, akkor ez a Nemzeti Tehetség Ösztöndíj, itt legalább egy nulla hiányzik. Volt, aki két nullát is mondott, de mondjuk az egy nullában megállapodhatunk. Tehát ez a piacképesség szempontjából egy jelzés. Nyilván nem lehet azt mondani, hogy van olcsó tudomány, meg drága tudomány, és azért a fizikusnak adjanak tízszer akkor ösztöndíjat, mint egy, nem tudom én, egy magyar történelem szakos tanárnak, ezt nyilván nem lehet mondani, de ezzel kell számolni, hogy a gyakorlati alkalmazás, és pont nyilván van eszük a vállalatoknak, tehát a legtehetségesebb diákjainkat viszik el, és ezáltal egy picit a gyökereket gyengítik. Ami még fölmerült, mint lehetőségként erről egy elég érdekes polémia alakult ki, az ipari direkt beavatkozás. Az, hogy mennyire akarjuk behívni, mennyire akarjuk azt gondolni, hogy mi tudjuk, hogy mit kell csinálni, és mennyire mondja meg esetleg egy ipari partner, hogy neki erre vagy arra van szüksége. Ebben nagyon divers, nem alakult ki konszenzus, látszik az, hogy ez nyilván jó ötlet, de az is látszik, hogy ennek sok veszélye van, tehát egy pusztán ipari szempontból fölállított paradigma, az annyira torzíthat egy műhely erőteret, hogy elviheti más irány, általunk hamisnak tartott mondjuk azért irányokba a diákok fókuszát. Ugyanakkor erre pont éppen a Miskolci Egyetemről egyik intézetvezető kollega nő mondott jó példát, ő azt mondta, hogy az elmúlt akárhány évben a szolgáltatóipari jellegű megbízások minden egynál, minden bejövő megbízásnál meg úgy döntöttek közösen, hogy egy bizonyos hányadát hallgatói alkalmazásra kell fordítani, és abban a témakörben, de nem szigorúan abban a témában egy olyan hallgatói problémát fogalmaztak, hallgatói szinten megoldható problémát fogalmaztak meg, ami aztán egy TDK dolgozatban jöhetett világra. Tehát ennek is van gyakorlati megoldása. Vannak még dolgok, ezt nem akarom most elmondani, mert az idő nagyon előre haladt, tehát hasonló, a pénz körül hasonló. Voltak, talán csak azt kiemelném, hogy a nem költségvetési forrásokra való kalkuláció, hogy azoknak a megkeresése az úgy látszik, hogy elkerülhetetlen. Tehát egyszerűen le kell mondanunk arról, hogy a költségvetési források fogják a megoldást hozni. Ezek voltak az elvi dolgok, gyakorlati szinten apróságok merültek föl. Ami az elnökséget érinti, az, hogy, és megint Bakacsi Gyulát idézve a délelőttből, tehát a probléma megoldó problémáit kéne megoldanunk, tehát azt kéne megoldanunk, hogy a TDK vezetők, az intézményi TDK vezetőknek az idejének a jelentős része az ne pályázatok írására, pályázatok elszámolására, adminisztratív küzdésekre menjen, hanem tényleges munkájukra. Persze, mi úgy gondoljuk, hogy ezen dolgozunk, csak hát látszik, hogy még van mit tenni. Végül a konferenciák kapcsán az megfogalmazódott, hogy nagyon fontosnak gondoljuk a hálózatosodást, tehát nagyon fontosnak gondoljuk azt, hogy olyan anyagi körülmények jöjjenek létre, amelyekben a diákok valóban ott tarthatók, tehát ne csak eljöjjön, előadjon és elmenjen, hanem valóban kialakuljon az a szellemi közeg, ami a
felnövekvő generációban a hálózatokat kialakítja. Nagyon köszönöm a figyelmet. Tisztelt konferencia, közben szembesültünk azzal, hogy ez a csodálatos terem akusztikailag úgy épült, hogy nem volt még mikrofon. Ezért mostantól kezdve egyébként következő előadónk vetíteni is fog, az első sorokban fogunk hallgatózni. Rektor úr ezt jól tudja, mert ő már leült az első sorban az első perctől kezdve, nem szerénységből, de praktikus okokból. Hölgyeim és uraim, amit most hallottunk, ez feladat nekünk. Következik majd a 33. OTDK tavasztól egy nagyon erős konferenciasorozat, és remélem, hogy majd úgy zárul az akadémián novemberben, hogy átadhatjuk az aranyérmeket. Az elnökségnek az a dolga, hogy fogadja meg mindazt, amit mondtatok, de megoldani csak együtt tudjuk, és ez nagyon lényeges. Együtt, de nem a hallgatók nélkül. Ezért rendkívül örvendetes, hogy a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferencia nevező Gulyás Tibor most újra választott két évre elnök komolyan veszi, hogy az érdekképviselet az magába foglalja a tehetséggondozást. Van egy kezdeményezésük, amelyet mi jól ismerünk. Örülünk neki, hogy ezt most megoszthatja mindjárt. Téd a szó, és mi tűzünk az első sorba. Nem ez az, hanem a prezident. Tisztelt elnök úr, tisztelt elnökség, kedves kollégák! Nagyon köszönöm a lehetőséget, hogy felszólaltok itt a mai rendezvényem, hiszen attól különleges ez a mostani előadás, hogy az első nyilvános kerete ez annak, hogy bemutassuk a kezdeményezésünket. És engedjék is meg, hogy egy rövid történettel kezdjek, hiszen, ahogy elnök úr említette, engem most választottak meg ismét a hőok vezetőjének, és a mandátum elején, még 2015. januárjában volt egy beszélgetésünk, hogy a tehetséggondozás területén hogyan is tudnánk együttműködni, és ez egy rendkívül inspiráló beszélgetés volt. Ahonnan úgy jöttünk el, hogy elkezdtünk gondolkodni abban, hogy a HÖOK hogyan tudná segíteni a tehetségútlevél kezdeményezés, hogyan tudna hozzájárulni a tudományos diákköri munka segítéséhez és a hallgatók tehetségek érvényesüléséhez. Így indult el a tehetségmentor programunk, ami már egy elég nagy számmal működik az ország különböző pontján, és az a kezdeményezés, amiről most fogok önöknek beszélni, ez a tehetségportál lesz. Talán még érdemes a történet felidézése szempontjából azt is hozzátenni, hogy ez az inspiráló beszélgetés a HÖOK-on belül elindított egy brainstormingot, egy beszélgetéssorozatot, ahol föltettük magunknak azokat a kérdéseket, hogy a tehetségek érvényesülése szempontjából milyen akadályok és nehézségek fogalmazhatóak meg. Nem szeretném önöket fárasztani, illetve lehet, hogy sokkal többet tudnának felsorolni ezek közül, csak néhányat mondanék, ami a fő megállapításainkat eredményezte. Az egyik az volt, hogy azok a hallgatók, akik valamilyen témát választanak, vajon a közvetlen környezetükben megtalálják-e azokat a szakembereket, akik ezekkel a témákkal foglalkoznak. Tudjuk jól, hogy egy ilyen kicsi országban, legyünk őszinték, ez egy nehezen elvárható lehetőség egy szakmai műhelyen belül, hogy az a hallgató, amit kitűzött célként, azt rögtön megtalálja a közvetlen környezetében. Feltettük magunknak azt a kérdést, hogy hogyan tud a Kárpát-medencei felsőoktatási térség működni, megvalósulni, pulzálni és valóban létezni. Feltettük magunknak azt a kérdést is, hogy
hogyan tud a piac valóban szoros kapcsolatba kerülni a felső oktatással? Hogyan tud ez a rigid, sokszor nehezen összeegyeztethető igényrendszer valóban együttműködni? Ez nem kritika a felsőoktatás felé, nem elvárható sem egy rektortól, sem egy intézményvezetőtől, hogy 30 ezer igénnyel, lehetőséggel legyen tisztában, és közvetlen kapcsolatot tudjon teremteni a piacnak a felelhető igényeivel. És rájöttünk, hogy a kulcs az a kapcsolat. És abban kell valahogy közreműködnünk, hogy ezek a kapcsolatok korlátlanul kibontakoztathassanak, és az együttműködések legszélesebb körű tárházát biztosítsuk. Jelenleg a sikeres és trendi oldalak között két felfogás van. Az egyik az az, amikor ugye belépünk egy oldalra, tudjuk, hogy miért lépünk fel oda, és ott mint egy csőben vezet minket az oldal, és azokat a funkciókat, amit az oldal megteremtett számunkra, azokat a lehetőségeket kihasználjuk. Ugye a másik felfogás az azt mondja, hogy aki belép az oldalra, az fedezze fel magát, és építse ki azt, amit saját maga szeretne, ettől válik az oldal számunkra tulajdonképpen élvezhetővé, és akár intellektuális élmény. Ezt a két felfogást próbáltuk ötvözni egy kapcsolatteremtő oldalban, és fogalmaztuk meg a tehetségportál létrehozásának a gondolatát. Amint az első dián látják, a fő mottunk az a tudás szolgálatában, hiszen igyekeztünk lefektetni azt az alapelvet, amit mindig szem előtt kívánunk tartani a működésünk során, és ebben a mottóban találtuk meg ezt. Az oldal fő lehetősége az az, hogy kapcsolatteremtési, kapcsolattartási és természetesen bemutatkozási lehetőséget teremt mind a hallgatók, doktoranduszok, oktatók, vagy akár külső szakértők számára, akik már nem a felsőoktatásban, hanem a szakmájukban kamatoztatják a tudásukat, de egy adott szakterületen már a legkiválóbbak akár az egész világon. És természetesen a piac számára, aki önálló a jogi személyként bekapcsolódhat ennek az oldalnak a munkájába. Tehát tulajdonképpen igyekszem jól összefoglalni az, hogy kik számára biztosít ez lehetőséget, tehát ugyanúgy biztosít természetes személyek és jogi személyek számára lehetőséget az oldal. Úgy gondoljuk, hogy a lehetősége van a felsőoktatás szereplőinek, a piacnak és bárkinek, aki a tudományos igényesség mellett, a tudományos munka felől érdeklődik, kapcsolatot teremtenie, akkor ez az oldal akár ebben lehetőséget teremt. Hogyha én a mai inspiráló Bakocsi tanár úr által tartott előadás után szeretnék vele kapcsolatba kerülni és a segítségét kérni abban, hogy hogyan tudnék még ezen a területen fejlődni, akkor feljönnék a tehetségportára, megkeresném őt és kérném a szakmai támogatását. Tehát egyfajta mentorálási tevékenységet is jelenthet, ugyanakkor együttműködést a közös projekt munka során, ahol a természetes személyek és a jogi személyek egyaránt tudnak különböző projekteket indítani. Szeretnék egy életszerű példát mondani arra, hogy miben jelenthet lehetőséget egy magánszemély, akár egy jogi személy számára egy ilyen kapcsolatokat biztosító oldal. Személy szerint abban a helyzetbe kerültem, hogy volt egy piaci elképzelésem, ahol rendkívül rövid idő alatt kellett gyors információkat szereznem jogi területről, kereskedelmi, közgazdasági és mezőgazdasági területről, ahol nem csak hogy az önálló disziplinák tudására és hátterére is szükségem volt, hanem arra is, hogy ezek az emberek projektben dolgozzanak, azaz döntési előterjesztés is készítsenek számomra. És rájöttem, hogy ha ez az oldal már működne, akkor én meghirdetnék itt egy projektet, ehhez rendelnék mondjuk egy ösztöndíjat, vagy egy sikerdíjat, ahol maguk a hallgatók találnák meg saját magukat, akivel együtt szeretne dolgozni, választanának maguknak egy mentort, egy oktatót, aki ezt a munkát tudná segíteni. De emellett természetesen ugyanúgy lehet projektként felfogni egy gyakornoki programot, vagy bármit, ami szakmai értelemben inspiráló lehet. Az oldal fő funkciói, tehát a kapcsolattartás, oldalt lehet látni, hogy egy párbeszédpanel van, középen maguk a személyek, akik az oldalnak a részesei, és a balságban pedig az, hogy különböző projekteket lehet meghirdetni.
Egy picit közelebbről megnézzük, akkor láthatják, hogy amikor azt mondom, hogy bemutatkozási lehetőség, akkor ez mégis egy igényes keretek között mutathatja be magát egy szakember, hogy ki ő, hol dolgozik, mivel foglalkozik. Ennél nyilván részletesebb lehetőségek keretei között. Ugyanakkor látnak itt ilyen érdekes szimbólumokat középtájt, és feltetik a kérdés magukban, ezek mégis mik ezek a már-már aranytallérnak tűnő formák. Ezek a talentonok, hiszen azt gondoljuk, hogy fontos, hogy az oldal, ami a tudás szolgálatában áll, ne arról szóljon, hogy itt különböző pénzmozgások vannak, hanem olyan kreditegységek, amik a szakmai munkát segítik. És hogyha valaki az itt ülő közül egy ötlettel bír, és ezt meghirdeti az oldalon, amihez keres közösségi vagy társfinanszírozót, akkor megtalálhatja a piacról azt a szereplőt, aki szeretné értékesíteni ezt a tudást, és tudja támogatni a projektnek a kivitelezését. Ez természetesen csak egy lehetőség, hiszen azt gondoljuk, hogy ennek az együttműködési formának számos lehetősége van. Csak egy példát szerettem volna a közösségi finanszírozásra bemutatni, illetve arra, hogy az a tudás és az az érték, amit önök is a mindennapokban képviselnek, egyébként egy értékes dolog, és hogyha ennek van egy megfelelő felülete, akkor az megfelelő keretek között tud megjelenni. Tehát azt gondoljuk, egyszerűsítve magát a modellt, hogyha vannak piaci igények, azok megjeleníthetők projektek formájában, amik lehetnek szakmai megrendelések, gyakornoki programok, konkrét kutatási megrendelések, illetve hogyha vannak alulról jövő igények, aminek az együttműködési fórumai gyakorlatilag a fantáziánkra van bízva, hogy hallgatók működnek együtt hallgatókkal, vagy oktatók működnek közösen együtt, kezdeményezéseket ezen az oldalon megjeleníthetik, amire egyébként támogatókat, mentorokat találhatnak, illetve olyan finanszírozókat, akik egy kutatás elvégzésében sokat segíthetnek. Én azt gondolom, hogy maga az oldal számos az elmúlt két napban elhangzott felvetésre választ adhat, mind a kapcsolatok szempontjából, mind a tehetségek érvényesülése szempontjából, és én hiszek abban, hogy a kárpát-medencei magyar tudományos elit és tudományos munka igénye iránt érdeklődő és művelő emberek számára egy nagyszerű lehetőséget támaszt arra, hogy kibontakoztathassák tudásukat és elérjék céljaikat. Ha úgy tetszik, szülőföldön maradva kamatoztassák tudásukat és megvalósítsák álmaikat. Csak szerettem volna bemutatni egy projektfelületet, ami lehet, hogy a messzi távolból nem feltétlenül jól érzékelhető és látható, de a felületnek a lényege az, hogy amint mondtam, hogy a két filozófiát ötvözve ez az oldal és funkció például azt mutatja be, hogy itt nem kell időt vesződni azzal, amit már mondjuk legépeltünk vagy elkészítettünk ide, hogyha valaki behúzza a kutatási koncepcióját, a projektötletét, ez az aloldal automatikusan transformálja, meghirdeti az elképzelését, elindul, de be tudnak csatlakozni szereplők, középen látható vonalnál ki lehet alakítani online egy mérföldköves timeline rendszert, kinek, mit, meddig kell elkészítenie, ami azt igyekszik bemutatni, hogy rendkívül egyszerű az oldal, felhasználó barát, és azt igyekszik segíteni, hogy önöknek, illetve a tudományos területen dolgozóknak pusztán azzal kelljen foglalkozni, ami a valós igényük, a szakmai munkájuk. Itt már egy konkrét projekt látható, videó is beilleszthető, különböző felelősök. Azt gondolom, hogy ez az elképzelésünk, ami márciusban fog indulni, addig fogjuk még tovább fejleszteni. Tényleg minden lehetőséget megad a szakmai együttműködések kibontakozására. Bízom abban, hogy az itt ülők is be fognak csatlakozni ebbe a lehetőségbe, és hiszek abban, hogy nagyon nagy lehetőséget jelent ez először majd számunkra, és ezt követően pedig majd nemzetközi szinten abban, hogy az itt rendelkezésre álló szellemi tőke egy magasabb fokozaton működhessen. Köszönöm elnök úrnak, hogy inspiráló beszélgetésünk eljutott ide. Köszönöm elnök úrnak azt, hogy a Nemzeti Tehetségprogram keretében kaptunk egy olyan indító támogatást, amivel az alapok
lehettek fektetve, hiszen azért az fontos hozzátennem, hogy azóta már a sokszorosát tettük hozzá befektetésként, hiszen nagyon bízunk abban, hogy működni fog. És nagyon köszönöm, hogy meghallgattak, és köszönöm a megtisztelő lehetőséget. Köszönöm Tibor előadását. Ez már az Y-generáció válasza a kérdéseinkre. Legyetek sikeresek, sok munka van még abban, hogy ez beüzemeljen, de drukkolunk nektek, miként ti is nekünk. Hölgyeim és uraim, most már ott maradunk, mert onnan jól lehet hallani. Még két előadás van hátra, és utána egy zárszó. A zárszóval igyekszem behozni minden elmaradásunkat. Nem véletlen, hogy itt van ez a fórum, hiszen a tehetséggondozásban az Eszterházy Károly Egyetem élen jár. Verók Attila, főiskolai docens úr, az intézményi TDK elnöke, a tehetséggondozás itt az egyetemen ezzel a címmel tart rövid előadást. Kérlek Attila, gyere és tartsd meg az előadásod. Köszönöm szépen intézményünk nevében is, és köszönöm azoknak, akik még kitartanak velünk itt az utolsó 10 percekben. Rövid leszek, megígérem. Nem készítettem csak 3 tartalmas diát, tudva, hogy már itt a végén fáradt lesz a társaság. Az elmúlt időszakban az intézményünk komoly átalakuláson esett át, ez a tehetséggondozási stratégiánkban is tetten érhető. Volt már az intézményünknek egy kezdetleges stratégiája, néhány évvel ezelőtt készült, 2013-ra lett kész, meg is tudom konkrétan mondani, egy pályázat keretében, és ezt elkezdtük alkalmazni, elkezdtük kitaposni az útját itt az intézményben. Addig jutottunk, hogy a bölcsészkaron egy mintaprojekt formájában próbáltuk megvalósítani ezt a stratégiát. Azt kell mondanom a tapasztalatok alapján, hogy egészen sikeresen. Ezt a későbbiekben szerettük volna kiterjeszteni egész intézményi szintre, csak hát közbeszólt az élet és a változások, és intézményünk több kampusszal, távol levő kampusszal gyarapodott, így most olyan helyzet elé álltunk, hogy bizony ezt a stratégiát újra kell gondolnunk. Éppen ezért is adtam ennek a diának azt a címet, hogy útban a stratégia felé, hiszen most egy komplex, nagy stratégia kidolgozásában vagyunk éppen. És nagyon örülök annak, amit Mezei Barnától hallottunk, hogy az MRK is, ugye a stratégia kidolgozása felé halad éppen. Azt kell mondanom, hogy akkor nem vagyunk lemaradva. Mi sem. 3 célt szeretnénk megvalósítani ebben a stratégiában. Természetesen egy egyetemen belüli szintet, aztán egy a köznevelés felé nyitó szintet, illetve van egy álmunk, természetesen tudjuk, hogy a világot nem fogjuk megváltani, de azért egy picike lépést tehetünk felé, mégpedig egy tehetségbarát, egy tehetség elfogadó társadalom irányába való lépést szeretnénk megtenni. Azt a ma már elhangzott itt az elnökségi asztalnál, több szájból is elhangzott intellektuális tőkét, szellemi infrastruktúrát szeretnénk valamiképpen, ennek a kiépülését szeretnénk valamiképpen egy picit elősegíteni szűkebb társadalmi környezetünkben is. A lényeg az az, hogy egy komplex rendszert szeretnénk itt az Eszterházy Károly Egyetemen kiépíteni és megvalósítani. Ennek a
ennek a stratégia építésnek, vagy ehhez a stratégia építéshez egy tevékenységrendszert is kapcsoltunk, amely természetesen több szintből áll, ugye egy diagnosztikából, kiválogatásból, a felismerés szintjéből, amely ugye, természetesen a középiskolában kezdődik, ugye itt az egyik hívószó az a tehetség útlevél, amire azt kell mondanom, hogy nálunk nagyon bevált. Az elmúlt években egészen komoly felfutása volt a tehetség útlevél programnak, úgyhogy ehhez kapcsolódóan már büszkén mondhatom, hogy több kiadványunk is középiskolások dolgozataival megjelent. Ez a kiadvány sorozat a tehetségfüzet nevet viseli. A KUD diákot, a tököt, a természettudomány önképzőkört is említhetem itt ebben a pontban. A felismerésnek a másik szintje, ugye a középiskoláról volt szó az előzőekben, az egyetemi hallgatóknak a szintje. Itt azokat a jól ismert pontokat mondhatom, amelyeket ugye a legtöbb intézményben megtalálhatjuk, ugye ezeket nem is szeretném felsorolni. Amiben mi szeretnénk változtatni, és ebben szintén megtettük az elmúlt időszakban a lépéseket, az az, hogy ebbe a rendszerbe a lehető legszélesebb réteget szeretnénk az egyetemen bevonni, egy önértékelő, önszelekciós módszer csomagnak a segítségével, mégpedig már a beiratkozástól elkezdve a különféle előzetes, mi így hívjuk, hogy tehetségjegyekről való felméréssel indítva a dolgot, és aztán ez természetesen a tudományos munkában kiteljesítve a későbbiekben. A legfontosabb számunkra igazából az a tehetségmenedzsmentnek a programja, vagy pontja, ahol négy szintet állapítottunk meg, mégpedig az első szint egy alapozó tehetséggondozás, ide tartozik természetesen a felismerés, a tehetségazonosítás, illetve a tehetség lehetőségének a kibontakoztatása. Itt mindenféle tehetséggondozó kurzusokat alakítottunk ki, úgynevezett tudománykóstolgató eseményeket valósítottunk és valósítunk meg, itt a szaktudományoktól kezdve a művészeteken át, a sportig, mindent beleértve természetesen, különféle mentálhigiénés, illetve tanulási és pályatanácsadási szolgáltatásokkal állva a hallgatók rendelkezésére. Ez volt tehát az első szint. A második szint az már a kiemelt egyetemi tehetséggondozásnak a szintje, ahol már megvalósult természetesen egyfajta válogatás, egyfajta szelekció, ez lehet mesterséges szelekció is, lehet önszelekció is természetesen, ahol rengeteg ágra bomlik a feladatok, lehetőségeknek a palettája. Itt gondolhatunk például a kortárs mentorálásra, a különféle, illetve úgy mondom, a mentorálás különféle fajtáira, tehát az egyéni tehetséggondozástól kezdve a kutatóintézeti mentoráláson át egészen a kortárs mentorálásig. Itt a kortárs mentorálásnál eddig ilyen nem volt nálunk, de most ebben a stratégiában megpróbálkozunk azzal, hogy kiemelt szerepet próbálunk megszánni a tanárjelölteknek, illetve a pedagógus jelölteknek, mégpedig ugye az ő tudás, meg tanári tudás, tudós és tanári kompetenciáikat próbálnánk meg fejleszteni különféle módszerek segítségével, természetesen azon túl, ami a tantermi oktatásban megvalósul. Ezen a szinten beszélhetünk még különféle művésztelepeknek, sportköröknek a tevékenységéről, a szakkollégiumainknak a tevékenységéről, egy néhány év óta működő demonstrátori rendszernek a meglétéről, és természetesen, mint mindennek a kifutása, a TDK tevékenységről. A harmadik szintre átlépve szeretnénk, hát ilyen szépen írtam, talentummá válásnak a facilitálását megvalósítani.
mire gondolunk itt? Itt már komolyabb tehetségtanácsadást próbálunk, vagy próbálnánk megvalósítani, a kiemelkedő teljesítményeket támogatni, díjazni, országos és nemzetközi tehetséggondozó szervezetekbe való bejutásnak a lehetőségét segítenénk elő, vagy teremtenénk meg, illetve a doktoriskolákba, a különféle kutatócsoportokba való bekapcsolódást tennénk lehetővé. Itt természetesen nem csak a PhD megszerzése, hanem a DLA megszerzése is fontos szempont. És végül a negyedik szint, a pályakövetés, az alumni rendszernek a szintje, amelyben egy úgynevezett tehetségnagyköveti programot dolgoznánk ki, vagy ennek a kidolgozásán vagyunk most. Tehát ez a tehetségnagyköveti program igazából arra szolgálna, hogy azok a hallgatók, akik itt nálunk TDK tevékenységet folytattak, illetve egyáltalán részt vettek bármiféle tehetséggondozásban, azok valahogyan vissza tudnának csatolni ugye, az ezt megelőző szintekre, tehát akár az első, második, harmadik szintre is. Ezen a problémán vagy lehetőségen dolgozunk a kollégáimmal jelenleg, és itt mindenféle tehetségaktivitásokat próbálunk megvalósítani. Nyilván ezek közül már említettem a tehetségútlevelet, ezt nem kívánom részletezni. Van egy olyan elképzelésünk, amely a tehetségdiplomához, vagy hívhatjuk úgy is, hogy a normál oklevélhez csatolandó tehetségbetétlapot tartalmazná. Ez azt jelenti, hogy különféle tehetségkrediteket szerezhetnének meg a hallgatóink a tanulmányaik alatt. Ez természetesen önkéntes, és azt gondoljuk, hogy ez egyfajta magasabb szintű elismerése a tanulmányok mellett végzett munkának, hogyha valaki végigjár ezen az úton, és aztán a diplomájához egy ilyen plusz tehetségdiplomát is kapcsolhatunk. És végül, ezt már szintén említettem egy korábbi pontban, most csak egy pillanatra megismétlem, ez a kortárs mentorálási program, amiben komolyan hiszünk, tehát, hogy nem feltétlen csak az oktatók, a kutatók azok, akik a hallgatóinkat segíthetik a tehetségük kibontakozásában, hanem már olyan élenjáró vagy magasabb képzettségi szinten lévő hallgatók is besegíthetnének ebbe a munkába, akik erre szívesen vállalkoznának. Hát ezt gondoljuk mi, természetesen rengeteg alponttal, különféle lehetőségek tárházával az itt felsoroltaknál, ebben most természetesen nem szerettem volna belemenni, viszont készülünk egy viszonylag vaskosnak mondható stratégiai anyagnak a kidolgozásával, hogyha ez esetleg az MRK-nak bármiféle segítséget is nyújthat majd a későbbiekben, akkor ezt azt gondolom, hogy rektor úr engedélyével nagyon szívesen felajánlanánk további felhasználásra. Köszönöm szépen, hogy meghallgatta. Tisztelt fórum, az utolsó előadáshoz érkeztünk. Egyébként főszereplője, Sziráki Szabina fog beszélni. Azt is megspórolom, hogy a címet elmondjam. Kérlek, hogy tartsd meg rövid előadásodat. Az előadásom címe az a TDK eredmények felhasználásának segítő informatikai fejlesztések. Miért is kell erről beszélni? A TDK eredmények és az OTDK eredmények iránt elképesztő a kereslet, amely igények hozzánk az OTDT titkárságára futnak be. Ez már régóta így van, ezért az OTDT viszonylag korán, még Kosné Török Erzsébet vezetésével, aki az OTDT korábbi titkára is jelenleg is itt van,
elkezdett rendszer szinten adatbázisokat rendezni, illetve fejleszteni, amelyek tartalmazzák az OTDK eredményeket. Ezt követően 2011-ben aztán egy jelentős informatikai fejlesztéssel a teljes folyamatot egyetlen adatbázisba, adatbázisrendszerbe rendeztük, aminek eredményeképpen most már az intézményi TDK konferenciáknak az adatai eredményei, az OTDK pályamunkák és az OTDK eredményei is egyetlen rendszerben elérhetőek és kereshetőek. Az OTDK eredmények hitelessége azt gondolom, hogy nem képez vitát, tehát a tapasztalataink szerint konszenzus van abban, hogy az OTDK-n elért eredményeket elfogadják, és hát mivel az adatok legitimációs szintje is stabilan magas, ezért további megkeresések érkeztek hozzá, ami korábban volt jellemzően az, hogy hallgatók ilyen-olyan felvételihez kértek tőlünk igazolásokat, most már eljutottunk odáig, hogy nagyon sok pályázatban szempont az OTDK-n elért eredmény, értékelési szempontként megjelenik és pluszpontokat adnak érte, illetve ugye a két ciklusú képzés bevezetésével az MLMSC képzésben is már nagyon komolyan figyelembe veszik, hát a PhD-ben meg még inkább, úgyhogy az igények azok jelentősen megnőttek, emellett az intézmények igényei is még inkább, tehát ugye az intézmények is folyamatosan kérik tőlünk az adatszolgáltatást a saját korábbi OTDK eredményeikről, valamint az elmúlt időszakban, ez az elmúlt egy-két év, a témavezetők, illetve az OTDK bírálók és zsűritagok is kérnek tőlünk olyan adatokat, hogy ők hogyan és mint vettek részt OTDK lebonyolításban, szakmai segítésben. Annak érdekében, hogy ezekre az igényekre reagálni tudjunk, elhatároztuk, hogy a meglévő informatikai rendszer felhasználásával elérhetővé tesszük az előző két OTDK-nak a rezüméit kereshető formában. Ez egy nagyon komoly igény, hiszen több, ahogyan említettem, nagyon sok megkeresés érkezik hozzánk, és konkrétan ezt már így javaslatként is megkaptuk. Úgyhogy amit tudtunk, azt elérhetővé tettük, és elindult az új honlapunk, erről nagyon röviden két mondatban majd még fogok beszélni. És a 31. és a 32. ez a 2013-as és 2015-ös OTDK esetében lehet keresni a rezümékben szövegre, témavezetőre, hallgató nevére, intézményre, szekcióra és tagozatra egyaránt. Úgyhogy ez a felület egyébként, ami most itt ki is van vetítve, ami így néz ki, hogy megjelennek aztán a lekeresett rezümék, amikben ott van a főoldalon a pályamunka címe, a hallgató, valamint a témavezetője, és amennyiben ezt megnyitjuk, akkor meg tudjuk tekinteni magát a rezümészöveget, valamint a kapcsolódó adatokat is, azt, hogy érte el helyezést az OTDK-n, hova jár a hallgató, és itt van maga a rezümészöveg is. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy óriási lépés, és természetesen a következő OTDK-knak az adatai is folyamatosan be fognak majd kerülni ebbe az adatbázisba. Erről majd minden TDT elnököt írásban fogunk tájékoztatni, hiszen a felhasználók nagy száma az ők. Úgyhogy ez az egyik dolog, ami jelentős előrelépés, és a másik, ami viszont történeti szempontból nagyon fontos, hogy az OTDT titkárságán található a rezümé köteteket digitalizáltuk, szkenneltük tulajdonképpen, és ezeket elérhetővé tettük a honlapunkon. 1975-ös az első kötet, az informatika tudományi, vagy akkor még számítástechnikai és automatizálási szekció az egyik néven futott, tehát ők az egyik, de több olyan szekció van, ahonnan 1975-től fogva megtalálhatók a rezümé kötetek. Ez összesen 227 darab PDF állományt jelent egyébként, úgyhogy ha valaki tudja, hogy ő mikor vett részt az OTDK-n, akkor érdemes megnéznie azt, hogy esetleg a rezüméje az megtalálható-e a honlapunkon. Én már sok ismerős nevet találtam, amikor ezeket bogaráztam, úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy érdekes élmény lehet. És hát a kötetek pedig így néznek ki. Amennyiben. Igen, azért a letöltési idő az nem mindig ugyanannyi.
de tulajdonképpen látszik, hogy 1975. április 6-án, 7-én is itt vannak a rezümék. Úgyhogy, és hát ahogyan említettem, ez a rezümékeresési felület fejlesztés, illetve az OTDK eredmények közti keresési lehetőséget, azt egybekötöttük azzal, hogy új honlapot fejlesztettünk. A jövőben ketté fog válni a honlapunk, lesz egy otdk.hu, ami az aktuális OTDK-nak a legfontosabb információit tartalmazza, valamint lesz az otdt.hu, amelyen az OTDT-vel, valamint az OTDK-k, korábbi OTDK-knak az adataival, beszámolóival, dokumentumaival összefüggő anyagok lesznek, ez az otdt.hu, ami már működik. Látszik, hogy próbáltunk aktuálisak lenni, és már a mai rendezvényről is kint van egy fotó. Egyébként azt szeretném elmondani, hogy a honlapunk fejlesztésében a webdesigner feladatokat egy OTDK első helyezett végezte el. Kalicka Gabriellának hívják, és itt is van most köztünk. Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetben webdesignnal és grafikai munkákkal foglalkozik, és 2015-ben volt első helyezett a művészeti és művészettudományi szekcióban. Két-három újdonságot szeretnék még elmondani. Az egyik az az igazoláskérés az OTDK eredményekről. Ezt hallgatóknak készítettük ezt a menüpontot, és automatizálni tudjuk vele jelentős mértékben ezeket az igazoláskéréseket. Ennek is van egy felülete, látszik, hogy milyen adatokat kell kitölteni, és amikor ezt kitöltik, akkor egy automatikus levelet küld nekünk, és akkor mi azzal már rögtön tudunk dolgozni. A másik komoly fejlesztésünk az a szakmai bizottságok honlapjai, ilyen sem volt még korábban, mind a 16 tudományterületi szekciónak saját aloldalt fejlesztettünk a honlapon. Jelen pillanatban a szakmai bizottságok tagjai, valamint a szervezeti és működési szabályzatuk az, ami megtekinthető, ez itt az Agrártudományi Szakmai Bizottság honlapja, és látszik, hogy itt vannak a tagok, valamint a szervezeti és működési szabályzatuk is elérhető erről az oldalról. Új elemként megjelenik a HTDK menüpont, ami jelen pillanatban egy rövid leírás, de ennek a feltöltése még folyamatban van, úgyhogy ezzel még dolgozunk. Illetve két tervünk van még, ami azt gondolom, hogy nagyon jelentős. Az egyik, hogy egy TDK naptárat szeretnénk készíteni. Jelen pillanatban most az OTDK, vagy a TDK, helyi TDK konferenciáknak az eredményei megtekinthetőek a honlapon, de egy táblázat formájában, és ebből fogunk készíteni majd egy naptárat, ami mindig mutatja, hogy épp milyen TDK események zajlanak az országban. A másik pedig, hogy az OTDK eredmények között több OTDK esetében is a kereshetőséget szeretnénk biztosítani. Ahogyan említettem, jelenleg ez a 31-es és a 32-es OTDK esetében működik, de hát a tervünk az az, hogy egészen a 25. OTDK-ig visszamenőleg biztosítani tudjuk majd ezt a fajta szolgáltatást. És hát bízom benne, hogy önök, mint akik tényleg sokat foglalkoznak a TDK-val, tudják majd hasznosítani ezen új fejlesztéseinket. Köszönöm szépen a figyelmet, és hát a kitartásukat még inkább. Végére értük a kétnapos, remélem mindenki számára nagyon tartalmas konferenciának. Szabina egy gondolatát megosztanám veletek, mindenkit tegezek a teremben, úgy látom most már. Ez pedig az, hogy akkor jó a TDK szervezése, ha minőségbiztosított, és nem látszunk. Látszik a diák, látszik a mestere, látszik az eredmény. Hölgyeim és uraim, engedjétek meg, hogy köszönetet mondjak Liptai Kálmán rektor úrnak a vendéglátásért, Verók Attilának és csapatának segítették ezt a munkát. Weisburg Tamás barátomnak, aki nem csak a rendezvényért felelős, hanem az országos konferencia szervezéséért is, plusz ő találta ki azt a betűszót, hogy HTDK, de azt is bejelentem, hogy eddig határon túli
összejöveteleket tartottunk, azt mondtuk, hogy ez a parlament. Legutóbbiban elhatároztuk, hogy nincs tovább. Egységes fórumok lesznek, 2 év múlva a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen Budapesten, ott az Üllői úton, tudjátok, a Nagyvárad tér környékén, kiváló körülmények között. És most a hazai pályára is térvén megköszönöm Ciráki Szabinának, titkárságunk vezetőjének, és nagyszerű csapatának, Nagy Anna Emília, Bacskai Rácz Erika és Szabó Barbara. Ez a nagyszerű négyes mindent megtesz azért, hogy a fiúk kitalációja valósággá váljon. Eddig azt mondtuk, hogy a TDK örök. Sétáltunk itt a főutcán, és a TDK-sok sűrűsége a főutcán most nagyon megnőtt, és az jutott eszembe, hogy nem csak örök, hanem TDK az egész világ. Jó hazautalást kívánok, és eredményes 33. OTDK-t. Köszönöm mindenki, aki eljött, aki előadást tartott. Menjetek békével. Köszönöm szépen.